300 milliárd forintnyi tartozást 1,5 millió adóstól hajtott be a Nemzeti Adó és Vámhivatal az év első 9 hónapjában. Az adósok szinte háromnegyedének köztartozása volt. 420 ezer vállalkozásnak volt késedelmes vagy be nem fizetett tartozása ezáltal a hivatal adatregiszterében. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a bevallott, de esedékességig be nem fizetett hátralék állomány, ami személyi jövedelemadóból, járulékokból, illetve a késedelmi szankciókból áll, október végéig összesen 57,2 milliárd forint, ami több mint 77 ezer adózót jelent. A nem teljesítő adózók akár még az év végéig végrehajtásra is számíthatnak. Ez azt jelenti, hogy bárki pillanatok alatt a folyószámláján inkasszót találhat, hogyha jövedelemmel rendelkezik, illetve ingó és ingatlan foglalással is segítjük ezeknek a tartozásoknak a megtérülését. Sok a behajthatatlan tartozás is, több forrásból eljut az információ a NAV-hoz. Ha valaki ki tudná fizetni korábbi tartozását, mégis úgy tesz, mintha nem lenne semmilyen vagyona. Elővülési időn belül, hogyha valamilyen vagyonra tesz szert, teszem azt földbirtokot vásárol, vagy az eladásból valamilyen illetékfizetési kötelezettségen keresztül megtudjuk, hogy tulajdonjoga keletkezett, illetve valamilyen összeghez hozzájutott, akkor ezekre az adóhivatal, ezekre az összegekre inkasszót, illetve foglalást tesz ki. Ez azt jelenti, hogy az adóhatóság a társszervekkel is kapcsolatban áll.